A Devil May Cry 5 úgy érkezett, mint cikkadó talaj számára az esővíz. A februári eresztésben nem sok köszönet volt, a kifejezetten rossz és a jobbára unalmas címek váltották egymást, mikor éppen milyen színezetet igényelt a sorminta. De egymás között szólva, szinte mindegyikért visszakérném így utólag a pénzemet. És akkor befutott a Devil May Cry 5, a sorozat, amivel én a negyedik résznél kezdtem el ismerkedni, az a találkozás nem sikerült túl jól, majd a DMC volt az, amit nagyon sokan nem kedveltek, de nálam valahogy mégis ott kezdett el működni a formula, és most a Devil May Cry 5-tel visszatér a műfaj oda, ahonnan indult. Hallottam olyat, hogy ez lett az eddigi legjobb Devil May Cry, nos, mint mondtam, ennek a kérdésnek az eldöntését nem vállalnám magamra, de az tény, hogy sokkal jobban élveztem a Devil May Cry 5-öt, mint a Resident Evil 2 remake óta bármelyik játékot. A történettel nem vesződnék, mert az többnyire ugyanaz, mint mindig. Jönnek a démonok, elözönlik a várost, a démonvadászainknak meg ki kell pucolni őket a környékről. Dante és Nero mellett kapunk egy másik karaktert is, a titokzatos V-t, aki aféle passzív karakter lesz. Az ő elsődleges támadása egy megidézhető fekete párduc, a másodlagos pedig egy madár, ami sugarakat tud kilőni magából. Ezen kívül meg tud idézni egy aféle gólemet is, aminek a hatásfoka nehezen kimutatható, mert viszonylag gyorsan el is tűnik, de amennyire láttam, ha elér valamit, azt többnyire kicsinálja. V már csak az általuk legyőzött ellenfelekből kell kiszedje a többnyire vörös orbokat. A játék klasszikus Devil May Cry, és ennek nagyon örültem. Nem pusztán azért, mert a játékmenet ismerős, hanem mert ez a hamisítatlan, túltolt macsóság sem veszett ki belőle, a humora pedig még mindig friss. Talán pont ez a kettősség volt az, amiért örültem V felbukkanásának, mert az űrge síron túli jelenlétében mindkét attitűd jelen van. A kimért bölcsességgel adagolt macsósága, illetve a humor, amit elsősorban a madara szállít. Nagyon japán, de nagyon működik. Nero pedig Nero. Nála az okni felhúzás és a hemszurdoki csataléptékével mérhető epikusság. Zseniálisan vagány a játék, még mindig. Viszont nem csak a nosztalgia árad belőle, hanem a korszerűség is. Pont azt tetszett benne, hogy nem elégszik meg a fanservice-szel, hanem olyan gameplayt képes mutatni, ami önmagában is leköt. A kombók bár egyszerűnek tűnnek, de harc közben, ha ezeket is kombináljuk, azért már lehet vele izzadni. Amúgy külön tetszett, hogy a játékban összesen két nehézségi szint van, a csirke és a legnehezebb. Mindenki döntse el, melyiket választja, én maradtam az utóbbinál. A játék elképesztően gyönyörű, és nem csak a tereptárgyakról beszélek, hanem az egyes ellenfél típusok is. Változatosak, a változatosságukban egyszerre groteszkek és lenyűgözőek, az animációjuk szuper, és bizonyos értelemben egyedi harcmodort igényelnek, ami nyilván külön izgalmas, ha a játék kombinálva dobálja be őket, de sokkal érdekesebb, hogy nem is a támadásunkat kell jól megválasztani, hanem a kitérésünket. A legtöbb ellenfélnél igazából tök mindegy, hogy lőjük vagy ütjük, viszont hogy mikor vetnek be ellenünk egy olyan támadást, amiben nem kéne beleszaladni, inkább ezt fontos kitapasztalni. Ezzel egyébként sokszor leszünk bajban, mert néha úgy össze tudnak tömörülni körülöttünk, hogy nem csak az ellenfeleket nem fogjuk tudni kivenni, de még hősünket is csak keressük a forgatagban. A játék amúgy fejezetekre van felosztva, és minden fejezet végén kapunk egy csecsekis poszt, hogy legyen kint gyakorolni az eddig elsajátított mozdulatokat. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezek a figurák mennyire nagyon állatul néznek ki. Van két menüpont, amiről még mindenképpen érdemes beszélni. Az egyik a Void, ami lényegében egy gyakorlópálya, ahol a kombóinkat ismerhetjük ki minél jobban, a másik pedig a Secret Missions, amiket a játék során oldunk ki, de amiket időről időre újrajátszhatunk, ha éppen úgy tartja kedvünk. Ezen kívül vannak pályaszerte telefonfülkék, amiktől berendelhetjük porterünket a csodafurgonjával, és játék közben fejleszthetjük képességeinket, vehetünk Devil Breakereket. Ezt a furgont a későbbi pályaszakaszokon szobrok váltják, egyébként van mikrotranszakciós rendszer is a játékban, különböző orbokért, de nem különösebben vészes. A korábban említett orbok jelentőségéről most nem fogok részletekbe menni, van piros, zöld, kék, arany, fehér, lila, stb. Mindegyiknek van egyedi jelentősége, akár karakterenként eltérő, ami viszont érdekes újdonság lehet, az a Devil Breaker Nero-nál. Nála annyi van, hogy a jobb karját elvesztette, így protézise van, ami a játék előre haladtával kioldható, illetve fejleszthető. Ezek aktiválásával az említett Devil Breaker támadás érhető el, ami nagyon hatásos és piszkosul látványos. Az a jó, hogy a Devil May Cry 5 zseniális. Egyszerűen úgy zseniális, ahogy van. Mondjuk nagy dózisban nem tudom fogyasztani, mert egy idő után bezsibbadok tőle, meg inhüvei gyulladást sem akarok kapni a folyamatos gombhüföléstől, de a meglepő az, hogy a játék minden alkalommal szórakoztat, és minden alkalommal máshogy.
Nap-nap után, amikor leülök elé, azt veszem észre, hogy egy kombót még nem próbáltam ki. Vagy próbáltam, de rosszul csináltam. Vagy mondjuk ezzel az ellenféllel még nem próbáltam. De arra is van példa, hogy egyszerűen csak elmélyedek a játéktérben, és keresek bemélyedéseket és pluszjáratokat, hogy további karokat találjak a Devil Breakerhez, vagy csak gyűjtögetem az orbokat az orbfáról. Az átvezetőkről meg ne is beszéljünk, magasan átlag fölötti minden jelenet, az idei termést vizsgálva mindenképpen. A teljesítményről viszont ugyanez nem mondható el. Bár a játék elég jó közelítéssel tartja Van X-en a 4K 60 FPS tempót, az átvezetőknél ez a frame rate ritkán mászik 40 fölé. Ez kicsit hervasztó, de játék közben mindenél kárpótol. Őszintén szólva, akit eddig nem sikerült meggyőznem arról, hogy a Devil May Cry 5-öt látni kell, ki kell próbálni, és érdemes megvenni, azt szerintem már szükségtelen is győzködnöm. Ez egy kimagasló minőségű játék lett, bőven az idei év jobban sikerült alkotásai között van, ami egyfelől nem kéne meglepő legyen, hiszen a Devil May Cry-jal szemben méltán lehetnek elvárásaink, de szerintem ezeket az elvárásokat a játékipar már réges-régen intenzíven dolgozza lefelé. Igen beszédes, hogy éppen a Capcom az, aki a Resi 2 remake-kel erősen indította az évet, majd a Devil May Cry 5-tel tovább erősítette a pozícióját és a vásárlói bizalmat. És ez nagyon ritka, mármint nem csak idén, hanem ebben a generációban úgy általában. Az általános bizalmatlanság után, ami átjár mostanában sokunkat az úgynevezett AAA piac teljesítményét látva, nagyon nagy szükség van az olyan játékokra, amik képesek tartani az emberben a lelket, és alkalmasint csak szórakoztatni akarnak, de azt magas oktán számon. A Devil May Cry 5 pedig ezt fel is vállalja, és szállítja is nekünk, mert abban egészen biztos vagyok, hogy ezt a játékot senki nem fogja megbánni, aki bizalmat szavaz neki. Ha tetszett a videó, vágj ide egy lájkot és sorozd meg a feliratkozás gombot, ha próbáltátok már a játékot, akkor várom a meglátásotokat, hogy szerintetek is ez az eddigi legjobb Devil May Cry, amennyiben pedig támogatnád a munkásságunkat, és szeretnéd korábban látni a jövőbeli videóinkat, úgy várunk Patreonon. Na, sziasztok!